Barátaim, kicsi a világunk, és minden összefügg. Az épület felé tart. A 80-as évek elején két dolog történt. Itt Angliában hatalmas volt a munkanélküliség. 4000 mérfölddel keletebbre a Szovjetunió megtámadta Afganisztánt. A célszemély nyugat felé tart, a főtér irányába. A mudzsahidok nagy mennyiségű mákot termesztettek, amiből heroint készítettek, amit eladtak kemény pénzért, amiből fegyvereket vásároltak. A heroin elterjedt a városainkban, és voilà, az angol városi dialektusok így megváltoztak. A ravasz kis fóka ráugrik a nagy lusta kutyára. A beszéd kezdett finomabbá válni, de alatta még érezhető a klasszikus glasgowi munkás dialektus. A célszemély nyugatnak tart. Kövessék a célszemélyt. Egy új alsóbb osztály alakult ki az iparosodott városainkban, ezáltal megjelent egy új dialektus család. Rendőrség! Után kérünk! Liverpool a 70-es évek elején. A ravasz kis rókkal ráugrik a nagy lusta kutyára. A 80-as évek végére megjelenik a velári zárhangok lenizációja. Ravasz kis róka ráugrik a nagy lusta! Engedjenek, kérem! George! Ó, te jó ég! Bejött az épületbe! Merre ment? Ne próbálj meg fölkelni, George! Póra, csak hagyd már egy kicsit békén! Ki van odakint? Dac. Ez egy kisváros, itt minden összekapcsolódik. Találkozzunk a Parade Gardensnél. Harvey! Elnézést! Harvey! Harvey, hagyd békén a hölgyet! Alszik, hallod? Kivel szeretne beszélni? A rendőrséggel. Így kell ezt csinálni. Egy balek pénzt lop, kergetjük, elkapjuk, mindent beval. Az új főnökünk imádni fog. Doc, mi a baj? Nem is tudom. Azt hiszem, ez Mirelit krumpli. Most támadták meg. Egy késsel. Ó, talán még fel se fogtam. Tudja,
engem még meg sem ütöttek szolgálatban. Komolyan? Hmm? Ez meg... Most találtak egy halott nőt. Kérem, húzódjanak hátrén! McDonald és Dodds. Belvedere. Mosoly. Még nem láttam ilyet. Még én sem. Ez furcsa. Erősítést kell hívnunk. Át kell vizsgálnunk a helyszínt. 20 méteres kordon kérek és egy sátrat is. Igenis. Vajon ki lehet a nő? De jó ég, láttam őt. Reggel az előadáson. Amikor fellökték azt a pasast, ő ott volt. Keresse meg, hogy ki volt az az előadó. Hölgyem! Köszönöm, nyomozó. Ő itt James Langmer. McDonald főfelügyelő. Jól van? Igen. A kisfiam levette a hölgy kalapját, és... Mr. Langmer 12:27-kor telefonált. Ne, Harvey, ne, elnézést. Semmi probléma. Hagyd a néni elvényét. Mikor érkeztek ide? Körülbelül 11:45-kor. Na és hol ültek, uram? Azon a részen. Volt valaki ezzel a nővel? Látott valakit beszélni vele? Én nem tudom, de én főleg a fiamra figyeltem, sajnálom. Hölgyem! Semmi gond. A kollégák most hazaviszik magukat, de később még keressük. Persze. A kalapja az arcán volt. Azt gondolhatták, hogy alszik. Így, amikor meghalt, az békés volt, és hangtalan, alig észrevehető. Ez nagyon szokatlan. Nincs mobil, se tárca. Valaki elvihette a holmiát. Nem tudom azonosítani. Lehet, hogy ír volt. Nézzék, a tetoválását. Ez egy triketra. Ez a kelták szent háromság szimbóluma. Jó gondolat. Utána is járok. Hölgyem, a parkőr szerint 2 széket bérelt 10:50-kor. Készpénzzel fizette ki. 2 széket? Igen, de egyedül jött. Akkor talán találkozója volt. Az mi? Talán azé volt, akire vár. Tonhalas szendvics. Lehet rajta új lenyomat. Ez is segíthet. Ez egy vonalkódleolvasó. Ide adná, kérem. Köszönöm. Igen, szállítás helye és ideje, és a bolt adatai. Kapcsolatba lépek ezzel az üzlettel. Tőlük megtudhatjuk a vásárlás pontos idejét. Remek. Vizsgálják át alaposan a 2 széket. Hívja a halott kémet, azonnali vérvizsgálatot akarok. Kérdezzék ki az összes szemtanút, és mindenki mást is, aki itt tartózkodott ma reggel. Az több száz embert jelent. Ó, az nem jó. Miért nem? Több száz szemtanú, az több száz gyanúsított. Egy ilyen nagy helyszínen. Nehezen szúrnak ki bármit is. Meg kell tudnunk, hogy ki ő. Csak hogy mind tudják, hányadán állunk. Én nem csak fel alá járkálok itt, ahogy az elődöm tette. Én parancsnok vagyok. A küldetés szent. A küldetés minden személyes és szakmai érdek felett áll. Mi a küldetés? A bűnelkövetők bíróság elé állítása, asszonyom. Igazság. Az áldozatok számára. Hát persze, asszonyom. Főfelügyelő, hogy állnak a halott nő ügyével? Épp tanúvallomásokat és bizonyítékokat gyűjtünk. Mire jutott? Nos, ma reggel láttam az áldozatot, amikor egy gyanúsítottat üldöztünk. Egy előadáson vett részt az előadó... bizonyos professzor George Gillen. Ő antropológiai nyelvész professzor az egyetemen. A keleti város részen él, a hely neve... Belvedere. Hát ez nem sok. Kezdetnek jó. Hölgyem,
Rendben. Az adatbázisokat ne hagyjuk nyitva a képernyőkön. Köszönöm. Mi az? Nem is tudom, azt hiszem, én már jártam itt. Nagyon régen. Kivel is? Ó, megvan, a nénikémmel. Hiányzik a nénikém. Jó napot, Lauren McDonald főfelügyelő vagyok. A kollégám docőrmester. Rendőrség? Hogy? George Gillen professzort keressük. Mit művelt megint? Kövessenek. Kölyök! 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 Igen! Keresnek! Jó, dolgoznék. Mit akarnak? Lauren McDonald főfelügyelő vagyok. Ő itt a kollégám, Dotz nyomozó őrmester. Ó, tiszteletem. Tiszteletem. Oxford tönkretett. Tartóztassák le a vénasszonyt emberiség ellenes büntettért. Ez a kölyök olcsó párfümöt használ. Ahévé! Velszízitok szó. Ja! Lenne egy kérdésünk önhöz. Egy igazán sürgős ügyről van szó. Ismeri ezt a személyt? Holtan találták a Parade Gardensnél ma reggel. Nagyon gyanúsak a körülmények, és nincsenek iratai. Az egyik diákja volt? Nem ismerős. Láttam ma az előadásán, amikor a gyanúsítottat üldöztük. Nagyon sokan voltak az előadáson. És nem emlékszem mindenkire, tudják. Elkapták a bűnözőt? Már a börtönben kuksol. Bocsánat, nyomozó, a kiejtése, tudja, lenyűgöző. Ez tipikusan 21. századi délkelet-londoni. Nagyon érdekesek a prozódiai jellemzői. Ez talán Lambeth környéke lehet, Southwark alatt. Érezni lehet belőle, hogy hol töltött a 20-as éveit. Shepherd's Bushban? Te jó ég, professzor! Ez egyszerűen zseniális! És azt is megmondom, hova járt középiskolába? Talán Keston, Bromley Town, Bromley Town. Már megint ez a buta szemfényvesztés. Ez egy nagyon értékes műalkotás, nem egy koktélálvány. Tudod, Picasso valódi művész volt, és valódi férfi is. Viszonyom volt vele Bilboában, a spanyol polgárháború kitörése előtt. A szex csodálatos volt. Anyám már megint téveszméid vannak. Csak 15 voltál, amikor kitört az a háború. A kölyköd 45 éves koromban szültem, pedig azt hittem meddő vagyok. Őszintén, Lauren, a fia mindig is csalódást okozott. Professzor, ha az édesanyja 15 volt a spanyol polgárháború idején... Édesanyám csütörtökön lesz 100 éves. Már attól félek, hogy az öreg lány halhatatlan. Sajnálom. Tényleg nem tudom, hogy ki ez a szerencsétlen ifjú hölgy. Értem. Mikor végzett tegnap? 11 körül. Mit csinált utána? Rögtön hazajöttem. Az anyja tanúsíthatja? Anyám ritkán kell életre délután 2 előtt. Valójában vampír, amint láthatták. Ó, mi ez? Fonetikus átírás. A szavak ahogyan hangzanak, nem ahogy írják. Ez az akcentus miatt fontos? Olyasmi. És ez mit jelent? Nem számít. Van ennek bármi köze a nyomozásukhoz? Nem. Azt hiszem, nincs. Elnézést, csak fáradt vagyok. Sok a munka. Biztosan titkol valamit.
Csak megpróbál terelni az akcentusos marhasággal. Ez nem marhaság, hölgyem. A beszédéből pontosan megmondta ki maga, ez lenyűgöző. Csak hogy honnan jöttem, de attól még nem tudja, hogy ki vagyok. És nem mondta meg, mi áll a táblán. Mi is volt az? Fonetikus átírás. És még valami. Láttam egy zöld aspinál táskát a széken. Kisebb vagyont ér. Talán az édesanyjáé. Nem. Parfümöt is éreztem. Jó drágát. És nem Agnesé volt. Több ezer font egy táskáért. Bizony. Ilyet kértem a pasimtól a 40-re. Mikor lesz a 40? Még 9 év. Elkezdhet spórolni. Kész a boncolás. Egy ilyen eszköz lehetett a gyilkos fegyver. Nagy mennyiségű propilén-glikol találtunk az áldozat vérében, ami arra utal, hogy rendszeresen használt ilyen e-cigarettát. Azonosítottunk egy másik anyagot is, egy erős mérget a nő légző szerveiben. Emiatt halt meg. Szóval valaki megmérgezte az e-cigarettáját. Pontosan mivel? Itt kezd érdekes lenni. Bármi is az. A molekuláris összetétele nem hasonlít semmilyen ismert droghoz vagy méreghez. Küldtem mintát az egzotikus anyagok osztályára. Na és a gyomortartalom? Embreggeli, tükörtojás. És tonhalas szendvics? Nem. Időpont? 10 és 11 között halhatott meg. De nem 11 után, ez teljesen biztos. Na és miért mosolyog? A mi rejtélyes anyagunk összekapcsolódott a hölgy opioid receptoraival. Így az érzelem, amit átélt a halála előtt, az derű volt, szélsőséges eufória vagy békesség. Egy lassú, boldog, békés halál. A parkban talált halott nő biztos nem öngyilkos lett? Nem volt nála táska, se iratok, se mobil, se semmi más. És ha a halál után rabolták ki? Hát... Minden eshetőségre legyen nyitott. Hölgyem, a csapat már várja önt. Jól van, hölgyem. Nem is tudom. Mit gondol? Akkor is figyel, ha ránk se néz. Aha. Hogy haladunk? Nos, az áldozat belép a Parade Gardensbe. Kibérel 2 napozószéket 10:50-kor, de 11-re már halott. És nem találtunk ott elcigit. De akkor hol lehet? Ügyesen eltüntették. Malik, van új info? Még várok a válaszukra. Vettünk új lenyomatot a csomagolásról. Nem az áldozati, és nincs az adatbázisunkban. Az üzlettől kapunk majd információkat, de még időbe telik. Tudjuk már, ki a nő? Még nem derült ki. Az ő új lenyomata sincs az adatbázisban. Ha nem tudjuk, ki ő, azt sem tudjuk meg, ki és miért ölhette meg. Remek. Hölgyem! Nincs semmi a zakójában, sem a kalapján, és a ruhájának nincsenek zsebei. Biztosan? Ez a ruha... Ó, igen, ez egy vintage Caprioli. Nézzük csak. Az egyenes vonalak slankítják az alakot, ezért nincs látható zsebe, de... Rajta, folytassa csak! Nos, Miss Caprioli... férfiasnak tartotta a hagyományos zsebeket. Úgy tervezte hát a ruháit, hogy ne kelljen lemondani a nőies vonalakról. Így elrejtette a zsebeket az oldalvarrásokba. Itt is van. Egy fogadószelvény. Lóverseny, 3-as befutó, 10 fontos egység. Múlt kedden tették, 3:40-kor. Nézzük meg az eredményt. Honnan tudta, hogy van zseb a ruhán? Ó, a nénikém varrónő volt, ő nevelt fel engem. Szép munka. Köszönöm, sok mindent tudok a női ruhákról. A nyeremény 5070 font és 2 penny lett.
10 fontos egység, tehát szorozza be még 10-zel. Több mint 50 000 font. A szelvényen rajta van a fogadás pontos ideje és helyszíne. A fogadóiroda kamerája rögzíthette, kitette meg a tétet. Teljes gőzzel a cél felé, főfelügyelőnő. Hölgyem? Mit gondolnak? Ez a fogadó szelvény az áldozatté volt, és a gyilkos tudott róla. Vagy a nő ellopta valakitől, és ezért ölték meg. Egy különleges egység menjen vissza a tett helyre. Nem lesz könnyű dolguk, de meg kell keresni az elcigit. Az a gyilkos fegyver. Holnap korán reggel találkozunk. Jó nyomon vagyunk. Az áldozat neve Elodie Doherty. Ír állampolgár, Ballymanban lakott Dublin külvárosában. Ő a barátja. Néhány órája érkezett Bathba. Gondoskodtunk a szállásáról. Igyanak vele egy teát. Beszélgessenek. Hölgyem. Liam. Miért jött Elodie Bathba? Nem tudom, nem árulta el. Valami munkaügyben. Kozmetikája volt, de azt hittem, ezt már feladta. A szalonja csődbe ment tavaly. Mikor beszélt vele utoljára? Tegnap reggel, telefonon. Boldognak hangzott. Izgatottnak. Valami történt. Felugrottam az első repülőre, és ide jöttem, hogy lássam őt. Ő hol szállt meg? Azt nem tudom. De hát ön találkozni akart vele, akkor... Hol, mikor? Meglepetés lett volna. Akkor akartam hívni, amikor ide érek. Miután ma reggel megérkeztem, felhívtam. De csak a hangposta válaszolt. Többször hívtam. Még az SMS-emre sem válaszolt. Pár órával később az utcán sétáltam. Ott hallottam, hogy az emberek egy halott nőről beszélgetnek. Nagyon megijedtem, úgyhogy elmentem a rendőrségre, hogy megtudjam, Elodie volt-e az. Én... Elodie szerencsejátékozott? Fogadott lóversenyen? Nem. Mit kezdjek ezzel? Meg akartam kérni a kezét. Megtaláljuk a gyilkosát. Mi a baj? Ezt a sminket találtam az irodádban. És mégis mit kerestél az irodámban vasárnap? Amit minden nap. Rendbe rakom a munkádat, az életedet. Támogatlak mindenben, ahogyan eddig is tettem. Már 20 éve, George. És gyakran mész be ide? Bárki is ez a nő. Bármibe is keveredtél bele, csak szólok. Én nem foglak kihúzni a bajból, érted? Többé nem. Hölgyem,
A fogadást kedden reggel tették meg egy Dalton Place-i fogadóirodában. Ez a nő volt. Az utcán is van kamera. Azonosítottuk a rendszáma alapján. Kate Porter. Elvált, van egy gyereke, szabadúszó marketing tanácsadó. A Bennett Street-en lakik, a 6 éves lányával. Kicsikém, megvan mindened? Igen. Mrs. Porter? Igen. McDonald főfelügyelő vagyok, ő a kollégám dodszőrmester. Van egy perce? Igen, persze. Indulj, kicsi, mindjárt jó. Megyek én is. Mrs. Porter, ez egy fogadószelvény másolata. Nézze meg, felismeri esetleg? Istenem, megtalálták? Nagyon köszönöm, már mindenhol kerestem. Köszönöm szépen. Alá kell írnom valamit, hogy visszakapjam. A bizonyítékokról szóló törvény alapján nem adhatjuk vissza. Ó, értem. Miért? A szelvényt egy gyanús körülmények között elhunyt fiatal nő ruhájába rejtve találták tegnap. A neve Elodie Doherty. Ismeri? Nem, sajnálom. A szelvényt az utcán vesztettem el. Biztosan megtalálta és eltette. Mrs. Porter, hol volt ön 10 és 11 között tegnap délelőtt? A barátja szülinapi zsúriára vittem a kislányomat. Én is ott maradtam. Értem. Vallomást kellene tennie. Be tudna jönni ma hozzánk? Délután? Igen, persze, ha így visszakapom a szelvényemet. Visszakapja, amint megtaláltuk Elodie Doherty gyilkosát. Hogyne, bocsánat. Nem úgy értettem. Aspinall táska. Tessék? Mondja, ismeri ön George Gillent? Professzor George Gillent? Nem, sajnálom. Rendben, majd találkozunk. Viszlát. Mit gondol, hölgyöm? Azt, hogy nem tűnik szerencsejátékosnak. És hogy minden szava hazugság. Szombaton elvittem a lányomat a barátja bulijára. Korán mentünk, úgy 10 órakor. Hol volt a buli? A Laser Questben, a Lakeside lakópark mellett. Mikor jöttek el? Délután. Tehát nem ön volt a Parade Gardensnél. Egy szemtanunk látott valakit, egy nőt az áldozathoz beszélni 11:30 körül. Az nem én voltam. Ó, eltörtem a ceruzámat, bocsánat. Én... Ó, bocsánat. Egy pillanat. Így né. De ügyetlen vagyok. Térjünk vissza a témához, már megoldottam. Mit mondott, hol is volt ez a buli? A Laser Questben, a Lakeside lakópark mellett. Csak még egy kérdés. Ez puszta formalitás. Ön honnan származik? Úgy értem, hol született? Surreyben. Crawleyban nőttem fel, majd ott is éltem a válásomig. Tehát akkor Bathban kezdett új életet? Igen. Köszönjük, hogy befáradt, Mrs. Porter. Az őrmester kikíséri. Köszönöm. Egy nő, aki beszélt az áldozathoz. Ez új információ. Igen. James Langmer, aki megtalálta a holttestet, új vallomást tett. Látott egy nőt beszélni Elodie-val, közvetlenül mielőtt felhívott minket. Az 11:30, az Elodie halála után volt. Pontosan. Nem beszélhetett vele. A táskáját akarta. Mrs. Porter azt mondta, hogy nem hagyta el a gyerek zsúrt tegnap délutánig. Goldie utána jár ennek. Egy tanú megerősítette, de még várunk a többire. Amúgy miért kérdezte, honnan jött? Ó, csak ahogyan kiejtette, hogy Lake, Lakeside-ban. Lake, elnyújtotta. Ön nem hallotta? Nem. Úgy hangzott, mint egy északi. Talán másnak adja ki magát? Ó, én nem tudom. De tudom, ki tudhatja. Gillen professzor. Lehet, hogy ismeri is a nőt. Akkor... Kell nekem egy felvétel Mrs. Porter vallomásáról egy olyan tableten és néhány órányi kutatás a könyvtárban. Menjen. Én pedig beszélek James Langmerrel.
Szóval tegnap reggel a Parade Gardensnél volt 11:30 körül? Igen. Azt vallotta, hogy látta, ahogyan egy nő beszélt az áldozathoz. Igen, így volt. Látta az arcát is? Igen. Le tudja írni? Etnikum, kor, bármi, ami eszébe jut. Korai 50-es, fehér, sötét szemű. Nem nagyon láttam a haját a sapkától, de barnás volt. Egy piros sapka volt a fején, ami volt egy A betű. Felismerni, ha még egyszer látná? Igen, valószínűleg. Jó, be tudna ma jönni az őrsre? Sajnálom, ma egész nap dolgozom. Holnap? Megkérném, hogy írja le a nőt a grafikusunknak. Megtenné? Igen, persze. Rendben. Nagyon köszönöm. Azért jött, hogy letartóztassa a fiamat? Nem, hölgyem. Mrs. Gillen, az lenne a kérdésem, hogy ismeri-e ezt a fiatal hölgyet? A neve Elodie Doherty. Nem. Sosem látta őt együtt a fiával? Nem. De a nők kesejűként keringenek körülötte, azt hiszik gazdag. Anyám! Minden rendben van? Gillen professzor, esetleg szánna rám néhány percet? Ön docőrmester, ön biztosan egy észak-szamerszeti ember. A túlsúlyban lévő diftongusok alapján észak-nyugat bászinak mondanám, de ez a posztvokális rotikusság, az elnyújtott magáhangzók arra engednek következtetni, hogy ön Dél-Twertonban élt, és ott is született. Ez lenyűgöző. Teljesen igaza van. Diane, az aranyfül megint lecsap. Ahogy már mondtam, uram, szeretném segítségül hívni az ön csodálatos nyelvész agyát, ha szabad. Én szívesen segítenék, őrmester, de mindjárt kezdődik egy fontos előadásom. Ugyan már, kölyök. Senkit sem érdekelnek a kis Dzsungel George kalandjait. Segíts neki! Mindig is törvénytisztelő állampolgárnak neveltelek. Többé-kevésbé. Túlhajtod magad. Késtél? Segítened kell. Vagy inkább neked. Elodie Doherty. Te ölted meg őt? Nem. Csinálj valamit. Szombaton elvittem a lányomat a barátja buliára. Korán mentünk, úgy 10 órakor. Hol volt a buli? A Laser Questben, a Lakeside lakópark mellett. Visszajátszom ezt a részt? Standard diftongusok, az U előrevetése, a szavak végén alkalmi glottalizáció, az ajkak szorosak. Ez az ember dél-angol, felső osztálybeli, és a Surrey Sussex határról származik. Ez teljesen egybevág azzal, amit tudunk a hölgy hátteréről. Ez annyira pontos, mintha ön már találkozott volna ezzel a hölgyel. Találkozott már vele? Nem, miért kérdi? Ez egy kisváros, uram, minden összekapcsolódik. A világ is kicsi, minden összekapcsolódik. Igen, már sok mindent láttam. Ez a nő pontosan az, akinek tűnik. Biztos ebben, professzor? Laser Quest. Ahogy ejti ezt a hangot, az szerintem egy tipikusan dél-angliai diftongus. Őrmester, ön úgy látom, hogy szakértő. Köszönöm. 6 órát töltöttem a könyvtárban, és kikölcsönöztem ezt a fonetika könyvet. Watt és Sharma. Merész teoretikusok, de nincs közük a valósághoz. Ebben biztos igaza van, professzor, de azért megkérném, hogy figyelje meg, hogy ejti ki a Lakeside-ot. Lézerkvest, a Lakeside lakópark mellett. A Lakeside lakópark mellett. Nos, ez természetesen csak az én gondolatom, de az
a lézerben és az E a Lakeside-ban ugyanúgy kellene hangozzon. Ezzel szemben Mrs. Porter egy egyértelmű monoftongust ejt ki, amikor azt mondja Lake. Ezt ön nem találja különösnek, professzor? Ez csak lefokozódás, őrmester. Mi? Bár a hölgy kiejtése egyértelműen dél-angol jegyeket hordoz, az értelmiségi világnézete és a metropolita hatások arra ösztönzik, hogy vegyen át északi munkásosztálybeli jegyeket. Azt a monoftongust, amit ön felfedezett a lék szóban, a hölgy elitnek, illetve a társadalmi egyenlőség jegyének szánta. Kiejtési lefokozódás. Vár a közönség. Újabb Dzsungel George előadása, hogy anyám mondaná. Viszlát, törmester. Vár a hírnév. Talán már járt itt? Igen, hölgyem. 4 vagy 5 évesen az öreg nénikém elhozott ide. A nénikéje? Igen, ő nevelt fel, és egyszer elhozott ide. Egy barátjához. A dilinyós nők házába? Ez volt az idős nők pszichiátriai intézete. Ezek a hívók. Potom pénzért vettem az ingatlant, amikor bezárták a helyet. Vagyis nem én vettem, hanem a volt pasim, aki egy gazdag ír politikus volt. Bűntudatból, mert nem hagyta el a nejét, nem mida én kértem volna rá, ő áltatta magát ezzel. Férfiak. Ugye nem gondolják komolyan, hogy George ölte meg azt a nőt? Én sajnálom, Mrs. Gillen, nem mondhatom el. Nem. Ewing duver et ewig gwas. Egy régi velszi mondás, a mámgintól tanultam, a nagyanyámtól. A fiatalság olyan, mint a tajtékhab a vizen. Születésétől fogva megterveztem George egész életét, miniszter lett volna. Erre a kölyök mit művel Oxfordban? Nyelvészetet kezd tanulni. Az életét azzal tölti, hogy könyveket ír, amelyeket senki sem olvas. Sajnálom, de a gyilkos nem lehet a fiam. A braziliai élményeiről szól. Mondja, jól van? Igen. Jól vagyok. Mondja csak, megtarthatnám ezt? Csak nyugodtan. Mindig is érdekelt az antropológia. Köszönöm szépen. Huszadik fejezet. A brazil őserdőkben nincsen szó a halálra. Megtapasztalhattam a Sapir-Whorf hipotézis érdekes példáját, amikor átéltem egy jelentős eseményt a Kayataxa törzsnél. Egy olyan eseményt, ami megmagyarázza a halál szó hiányát e törzsnek a szókincsében. Csak térjen a lényegre. De most jön a legfontosabb rész. Elkísértem a véneket a haldokló mátriárka sátrához. Már ki volt készítve számára egy edény, amelyben a ritka és majdnem kihalt növényt, az Amorphophallus titanumot láttam. Ez a fantasztikus idős hölgy, aki emlékeztetett a saját édesanyámra, megfogta a szertartási pipát, beleszívott és mély transzba esett. Aztán békében, bármilyen fájdalom nélkül a szelleme eltávozott a földi síralomvölgyből, és ezt nézze meg, a mátriárka arca a halála után. Mosolyog. Úgy, mint Elodi. George Gillen. Malik,
Az egzotikus anyagok osztálya? Tegnap beszéltünk, mára ígértek eredményt. Hívja fel őket, sürgős! Ezen a listán Malik szólt, hogy meg is vannak. Ez gyors volt. Érdekes. Bocsáss meg egy percre. Elnézést, nyomozók, hová tartanak? Ön ki? Paula Monkford, tanszéki adminisztrátor. Értem. George Gillennel kell beszélnünk. Ó, ne, ezt nem tehetik meg csak úgy. Nem mehetnek be a professzorhoz, időpont nélkül. George! Beszélnünk kell a professzorral és Mrs. Porterrel bizalmasan. Ez nagyon izgalmas, mivel elvileg nem is ismerik egymást. Mi a fene folyik itt, George? És mondd, mégis kicsoda ez a Mrs. Porter? Kérem, Miss Monkford, kérem, jöjjön velem erre. Hagyja csak, hadd maradjon. Sajnálom, hogy hazudtunk önöknek, nyomozó, a kapcsolatunkról. De mindez csak azért kellett, hogy megvédjük Paulát. Engem védeni? Oh, nem előlem kellett titkolnod ezt az egészet. Az anyád elől akartad titkolni, így van? Oh, a vén boszorkány. Ő tette tönkre a kapcsolatunkat. Tényleg azt hiszi, hogy nekem a pénzed kell? És az a rémes öreg ház... Elég volt, Paula. Biztosan magát is már első látásra utálta. George nem mutatott be a mamának. Oh, te tényleg szereted ezt a nőt? Professzor, ismer ön egy bizonyos Észak-Kelet-Brazíliában őshonos ritka növényt, Amorphophallus titanum, így hívják. Igazán sajnálom, én nyelvész vagyok, nem botanikus. Elodie Dockertit egy ebből a növényből készült kivonat belélegzése ölte meg. Ön részletesen írt erről a növényről a könyvében. A kollégák megerősítették, hogy ez a növény az. Két halál. 20 év és több földrész távolság, mindkettő mosolyog. Véletlen egybeesés lenne, George? Ismeri ezt a nőt? Nem. Ez a nő is ott volt a professzor előadásán. Ahogy ön is. Mennem kell. Nem megy sehová, amíg nem magyarázza meg, hogy az áldozat hogyan jutott hozzá az ön fogadószelvényéhez. Már mondtam, elvesztettem. Maguknak csak random tényeik vannak, amiket próbálnak összerakni egy összeesküvés elméletté. A buli a Laser Questben volt. A helyszín a Lakeside lakópark mellett volt. Gillen professzor, ön új akcentust tanít Mrs. Porternek. Kate csak megpróbál magasabb társadalmi osztályba lépni. Amikor a kiejtési lefokozódásról beszélt, csak félre akart vezetni engem. Mrs. Porter... Elitnek szánt monoftongusa a Lake-ben valójában nem volt szándékos, és elárult a valódi északi származását. A magánhangzói alapján ön valószínűleg Lancashire-i vagy Manchester-i? Ez is megvolt. Az első pofon szolgálatban. Nem kellett volna bevinnünk a nőt? De. Viszont ha az első számú gyanúsított így elárulja magát, hagyni kell futni, mert újra hibázni fog. Ismerjük a gyilkos fegyvert. Ki kell derítenünk, hogy melyik őjük használta. Ó, igen. Érdekes, hogy mennyire nem ismerünk senkit. Még magunkat sem. Ezt hogy érti? Az a ház. A Belvedere. Biztos, hogy én voltam már ott. A nénikém vitt oda, hogy meglátogassuk. Kicsodát? A nénikém azt mondta, hogy a barátja, de... De? Én nem is tudom, én csak... Nem tudom. Őrmester. Igen? Megtaláltuk, hogy hol szállt meg Elodie. A kikötőben vagyunk. Már is megyünk.
Elodie szerda éjszaka repült Dublinból Bristolba. A visszaútra ma reggelre szólt a jegye. Kérdezősködjenek. Hát, ha valaki látott valami gyanús történést. Igenis. Na hát, nyitva van. Miss Monkford, van számunkra egy perce? Köszönöm. Megtaláltuk a gyanúsítottat. Ön mit csinál itt? Én éppen rendet raktam, az enyém ez a hajó. És kiadta Elodie Dockertynek, akiről azt állította, hogy nem ismeri. Online vette ki, én nem is találkoztam vele. Amikor említették a nevét, én csak bepánikoltam. Na és mi van a szombati előadással? Ön ott volt, Elodie is. Nem emlékszem semmire, annyira aggódtam szegény George miatt. Szegény George. Ön bele van bolondulva George-ba, és féltékeny mindenkire. A fiatal csinos nőkre George nem, körül. Nem én öltem meg azt a lányt. Hölgyem, ezt találtam oda bent. Ez az öné, Paula? Nem. Lányé lehetett. Én nem hordok ilyet. Múlt szombaton, az előadás után, 10:50 után mit csinált? Hazamentem. Egyedül. Rendben, Paula. Mostantól a státusza gyanúsított. Mi? Malik nyomozó bekíséri az őrsre, ahol hivatalos vallomást kell tennie. Ez most komoly? Vegyen tőle új lenyomatot és DNS-t. Hölgyem. Ormond hivat engem. Azonnal. Akkor addig én átvizsgálom ezt a hajókabint. És magát is. Hölgyem? Ő itt Kevin Newman parancsnok, a bűnüldözési hivataltól. Két Porter hivatalos panaszt tett önök ellen. Zaklatásért. Már elnézést, de mi itt éppen... George Gillen professzor kész Mrs. Porter mellett ez tanúskodni. Nyilvánvaló volt. Én meg majd letartóztatom őket, amiért... A megegyezés szerint ez nem lenne túl szerencsés. Megegyezés? Nem Mrs. Porter ölte meg Elodie-t. Akkor hogyan került Elodiehoz két Porter nyertes szelvénye? Elvesztette. Meg sem fordult a fejébe, hogy igazat mond. De, és elvetettem. Tudom, mi folyik itt. Mi? Mi folyik itt? Két Porter akcentust változtat, és a bűnüldözési hivatal védi. Tanúvédelem alatt áll. Hölgyem! Teázzunk, főfelügyelőnő! Mit gondol? Azt gondolom, hogy két Porter valahogy benne van ebben. De hisz most hozott be egy gyanúsítottat. Még semmi sem biztos. Igazságot kell szolgáltatnunk. Ne jöjjön ezzel a szöveggel! Két Porter tanúvédelem alatt áll Manchesterből. Az igazi neve Maxine Riordan. Maxine és Gary Riordan vállalkozók voltak, pénzügyi tanácsadók. Elkapták őket pénzmosásért, de alkut ajánlottak nekik. Beépített emberek lettek, a büntetés elengedése fejében Maxine belement ebbe. Majd Garyt lelőtték. Valaki elárulta őt. Paranoiás lett, és nem akar belekeveredni egy nyomozásba, mert nem bízik bennünk. Vagy nem akar belekeveredni, mert ő ölte meg Elodie-t. Lehet. Még semmi sem biztos. Nem tudják, milyen ez. Folyton ébernek kell lennem. Hát, ha Gary gyilkosai engem is... Egy nagy házban élek. Van egy iskolás kislányom, be kellett olvadnom, ezért megkértem George-ot, hogy tanítson meg másképpen beszélni. Ő tudja, hogy tanúvédelem alatt áll? Mi? Elodie tudta, ki vagyok, érted? Én... Írországba utaztunk Garyvel.
Ő akkoriban befektetett sok ilyen kis kétes vállalkozásban, mint Elodie kozmetikája. A nő megtalált engem a rohadt Facebookon, bázban, és megfenyegetett, hogy kitálal, ha nem kap kártérítést, úgyhogy nekiadtam a fogadószelvényt. Amikor meghalt, szólnom kellett George-nak. Biztonságot ígértél nekem. Biztonságot ígértél Ailának. Azt mondtad, ez csak pár hónap lesz, de már 2 éve tart. Már 2 éve élek így, és még mindig nem zártad le ezt az ügyet. Biztosan nem megyek bele egy újabb nyomozásba Gary halála után. Meg kell védenem a kislányomat. Nem tarthatok még képeket sem Garyről az otthonomban. Nem beszélhetek róla. Nehogy Ayla említse az iskolában. Gary egy igazi önző idióta volt. De szerettem őt. Nagyon sajnálom. Én csak meg akartam szabadulni Elodie-tól, de eszemben sem volt megölni őt. Talán rávette George-ot. Már láttuk, hogy képes hazudni, hogy fedezze magát, szóval... Eredmények a szendvicsről. 9:53-kor vásárolták egy vegyes boltban a Bristol Roadon. Kamera felvételt is küldtek. Kate Porter, George Gillen vagy Paula Monkford. Agnes! George hazudott, hogy megvédje Kate-et. Inkább az anyját védte. Engedje el a tanúját egy bocsánatkéréssel, parancsnok. Miss Monkfordot is engedjék el. Igenis. Hívják be ezt az asszonyt kihallgatásra holnap, kora reggel. De holnap lesz a 100. születésnapja. Ezt mondja az áldozatnak. Hölgyem, átvizsgáltuk Monkford hajóját. Ott voltak Elodie személyes holmiai. Egy földmérői jelentés. Belvedere. Ez a kapcsolat Agnes és Elodie között. Ez furcsa. 5 millió font értékre becsülik. De a renoválását ennél jóval többre. És valaki, valószínűleg Elodie, ezt írta rá. Hazugság. Igaza lehet. Hívtam a földmérőt, és nem ők írták ezt. Ez hamis. Azt akarták, Elodie értéktelennek higgye Belvedert. Miért? Érek. Hm? Mrs. Gillen azt mondta, hogy a férfi, aki vette neki Belvedert, ő ír volt. Ó, Agnes. Ki játszotta Elodie-t? A ravasz öreg lány. Kérem, meséljen nekünk Elodie családi hátteréről. Nem tudott sokat a családjáról. Az anyjával összeveszett. Még régen. Vagyonos volt a családjuk? Az elődeik? Olyasmit mondott, hogy a nagyapja valami gazdag és ismert ember volt. Viszont Elodie anyja nem örökölt semmit tőle. Azt feltételezzük, hogy Elodie rájött, mégiscsak örökölhetne valamit a családjától, és valószínűleg ennek köze lehetett a nagyapjához. Ezért jött el Bászba. Viszont valaki megpróbálta átejteni őt. Említette önnek Agnes Gillent, vagy Belvedert egy nagy házat? Nem rémlik ilyesmi. Hmm. Az emberek mindig alábecsülték Elodie-t. De ő minden trükkre rájött. Kölyök! Még pezsgőt! Hívtál, anyám? Ki settenkedik mögötted? Anya, ő itt. Kate. Kate az én új kedvesem. Azt kértem, hogy hozd nekem még pezsgőt, nem hallottad? Nyisd már ki, kölyök! Isten éltesse, asszonyom. Most bókolnom kellene. De a megalázkodást jobban szereti. Nos. Maga egy másik fajta keselyű. Mit is mondhatnék? Szeretem George-ot. És ő is engem.
Ez most valódi. Nem mondok semmit. Ez már nem érdekel. A rendőrség! Azt mondják, te ölted meg azt a lányt. Akkor jobb lesz, ha felöltözöm. Akkor lemondjam a ma esti partit? Le ne merészeld mondani. Akarom azt a partit. Most pedig megyek felöltözni. Mrs. Gillen megérkezett. Köszönöm. Boldog születésnapot, Agnes. Aha, születésnapom van. Ki az az Agnes? Ne próbáljon meg átejteni. Átlátunk magán. Ő egy nagyon kemény nő, nem igaz? Biztos nem bánik jól magával. Ez itt maga, szombat reggel, 9 óra 53-kor, a kezében egy szendvics, amit éppen akkor vett. A tasakját megtaláltuk Miss Doherty holtteste mellett. A tasakon rajta van az új lenyomata. Így biztosan járt a tett helyen. Angolul, ha kérhetem. Gyakran vagyok zavarodott, kedvesem. Olyankor csak kószálok mindenfelé. Milyen kapcsolata lehet az ügyfelemnek az elhunyt nővel? Ő itt James Farrell, hajdani ír parlamenti képviselő. Ő vásárolta Belvedert önnek 76 nyarán. De a végrendelete kimondja, hogy az ön halála esetén a birtok és a ház az ő örököseire száll. És ha Mr. Ferelnek nem marad élő rokona, a ház az ön egyetlen fiára száll. Viszont maradt egy élő rokona. James Ferel törvénytelen gyermekének lánya, Elodie Doherty. Hogyan történt? Elodie megjelent Belvederben az örökségét követelve, és ezzel hajtotta el? Egy hamis földmérői jelentés, miszerint Belveder 5 milliót ér. De a tetőt ki kell cserélni, minden helység penészes. Az épület alapja megsüllyedt a kontár kivitelezésből adódóan. Csakhogy, mindez hazugság, nem igaz? Elodie rájött, hogy meg akarja tartani Belveder George-nak. Ezért találkozót beszélt meg vele, és megölte őt. Egy halálos méreggel, amit a fiától kapott. Mit hisznek, Edward? Megmérgeztem egy tonhalas szendvicset? Az e-cigarettát mérgezte meg. Akkor most börtönbe küldenek? El kell mennem a gyógyszereimért. Most elmondták, hogy a gyilkos fegyver egy e-cigaretta, de ha nem tudják bemutatni, hogy rajta van az ön új lenyomata, akkor hazamehet, Mrs. Gillen. Rúzs van a fogán, kedvesem. Idős ügyfelemet indokolatlanul és méltatlanul vallatták 2 teljes órán keresztül itt a nyugat-angliai rendőrségen. Mindezt a századik születésnapján. Ő tette, nem igaz? Minden erre utal. Ezt a bárásmódot egyszerűen nem engedhetnék meg ártatlan nem idős hölgyekkel szemben. De most azonnal utána járok. Oké. Igen, szíves. Igen, köszönjük. Jó napot. Jó napot. Ülj ide, kisfiam. Hídni? Köszönjük, hogy befáradt. Kérem, mondja el a grafikus kollégának, hogy nézett ki a nő, aki beszélt az áldozathoz. Igen, hogy később benézek. Rendben. Hol kezdjem? Először is... Adja majd én. Köszönöm. Őrmester. Tudtam, hogy visszajön még. Segítsen ki. Mrs. Gillen,
Önölte meg Elodie Dockertit? Tudja, a fiam azért hozta magával azt a növénykivonatot, hogy megöljön engem. A 80-as éveimben súlyos rákom volt. George csak meg akarta könnyíteni a távozást. Egy lassú, békés, boldog halállal. El tud engem képzelni egy kórházban? Nem. Aztán végül sikerült legyőznöm a rákot. De mondtam George-nak, hogy tartsuk meg azt a mérget. Az én koromban az ilyesmi már bármikor jól jöhet. És látja, tényleg, jó hasznát vettem a méregnek. Szóval azt mondja, hogy valóban ön... Szegény fiacskám, sok évvel ezelőtt, amikor a nénikéje elhozta ide, a nő, akihez jöttek, az a barát, az anyja volt. Én nem tudom. A nénikém mindig azt mondta, hogy az anyám meghalt a születésem után néhány héttel. Szerintem csak a bába asszony kényszerítette rá erre, de én nem tudom. Igen. Én öltem meg a lányt. Itt van a gyilkos fegyver. Nézzen csak rám. Mit lát? Nem lát semmit. Egy öreg nő vagyok. Az öreg nők láthatatlanok. Mintha csak szellemek lennénk. Amikor Elodie szólt, hogy a parkban lesz, gondoltam tökéletes, senki Hello. Nem vesz majd észre, így hát találkoztam vele. Aztán megzavart minket egy gyerek, egy olyan, mi is a neve, Artegan koalával. Kicseréltem a folyadék kapszulát a mérgezettel. Semmiség volt. Nem bánok semmit sem. Így George kapja a Belvedert. Hol van az eredeti kapszula, amit kivett a cigarettából? Az, ami helyett beletette a mérgezett kapszulát. Azt eldobtam. Hey! Azt akarja, hogy kihagyjam a partimat? Igazán sajnálom, de azt most el kell vinnem. Én is igazán sajnálom, őrmester, de tudja, ehhez szüksége lesz egy végzésre. És egy másik rendőrre, aki tanúsítja, hogy nem erőszakkal vette el ezt az idős asszonytól, és aki igazolja a vallomásomat. Alaposan kitervelte. Minden mozzanatát. De ne aggódjon, megkapja a vallomásomat, és a bizonyítékot is, holnap. Ma 100 éves lettem, ma este kirúgok a hámból, mint egy 80 éves. Ő egy nagyszerű asszony. Éljen tehát soká. Köszönöm. Nem semmi, igaz? Nem könnyű 100 év volt. És itt nem a pénz miatti aggodalomra, vagy az állásunk elveszítésére gondolok, hisz ezek mindannyiunkkal megesnek. Nem. A nehézség megtalálni, hogy mi a fontos. Nos, az én szegény lelkemnek mindig, és a halálom napjáig a fiam lesz az... George. Hogy mikor voltam a legboldogabb? Amikor megszületett a fiam. De tudjátok, úgy érzem, hogy az én időm most lejárt. Ah, 100 év azért hosszú idő. Éppen ideje lesz megváltoztatni egy szokásomat. Ma én leszek az első, és nem az utolsó, aki lelép innen. Eljött a távozás ideje, fiam. Köszönöm. Cheers. George. Várj egy picit. Professzor úr. Mi az már megint? Hol van Agnes? Az Isten szerelmére, ma 100 éves.
Már elment. Haza Belvedere. Hazament már a partia elején. Miért? Miért tett ilyet? Az egység kiérkezett a helyszínre. Sajnálom, Mr. Gillen. Láthatnám őt. Őszinte részvétem, professzor, de az anyja halott, Elodie Doherty halott, Belvedere így az öné. Mrs. Gillen öngyilkos lett, hogy ne tartóztassák le. Így az új ügyfele is gyanús lett. Minden jel arra utal, hogy Mrs. Gillen volt a gyilkos. Nem én. Mégis az önmérgét használták. De anyám tudta, hol tartotta. Hol tartotta ezt a mérget, uram? Egy fiókban, az asztalomban, az egyetemen. Az édesanyján kívül ki tudott róla? Túl sokat fecsegek, hogyha iszom. Paula Monkford. Igen, de Paula miért? Hogy önhöz menjen és megkapja Belvedert, de megjelent Elodie, és ha belegondolunk, ezen az alapon két porter is megölhette Elodie-t. Két tudott a méregről? Gondolom, igen. Miért vallotta volna magát Mrs. Gillen bűnösnek, ha nem volt az? Mert amikor meglátta a halott Elodie Doherty arcán azt a mosolyt, felismerte, milyen növény okozta a halálát, és azt gondolta, hogy maga ölte meg a nőt. És talán igaza volt? Nem, nem volt. Nála sosem lehetett tudni, hogy amit mond, az épp igaz-e vagy sem. Például az aférja Picasso-val. Lehet, hogy Bilboában volt a háború kitörésekor. Talán megvolt az igazság csírája a kis meséiben. Egy jó hazugságban mindig van igazság. Az édesanyja hazudott nekem. Azt mondta, megölte Elodie-t. De a hitelesség miatt kénytelen volt igaz részleteket megosztani, és azt mondta, hogy kicserélte a kapszulát a cigiben, mi alatt Elodie-t megzavarta. Jaj. Wellsill mondta... Art Tegen Koala. Plüss koala mackó. Plüss koala mackó? Emlékszem, hogy a bizonyítékok közt szerepelt egy plüss koala mackó. Hölgyem, ha Mrs. Gillen meséjének ez a része igaz, ez a bizonyíték lehet a kulcs a gyilkos kilétéhez. Itt van.
Talán egy újabb titkos zseb? Nos, ha találnánk ezen új lenyomatokat. Lássuk. Egyre forróba nyomunk. Az egyik új lenyomat egyértelműen Elodie Dockertyé. De van még egy másik is. Nem Agnes Gillené. Lefuttatom a másikat a bűnügyi adatbázisban. Hűha, találat. Remek. Nézzük, ki az. Csak még pár pillanat. Mert... Te jó ég. Nem lehet. Nédu Viári. Hölgyem, James Langman leírása alapján elkészítettük a fantom képet a piros sapkás nőről. Paula Monkford. Hát persze. Rendben. Utána kell járnunk, hogy ki milyen viszonyban van itt egymással valójában. És holnap elkapjuk. Szeretlek. Komolyan? Vagy ez csak a szokásos, drámai színjátékod? Szeretlek. Pff, anyád előtt nem merted mondani. Te meg mit csinálsz itt, Paula? Azt, amit te. Engem is gyanúsítanak a gyilkossággal. Jó reggelt. Köszönöm, hogy jöttek. Kösz, hogy meghívtak magamhoz. George, inkább nem mondj semmit sem. Jó, hogy a leendő neje gyakorlott bűnöző. Én elfogadom Kétet annak, aki. Még mindig Két, nem Maxine? Még mindig rettegésben élek. Ezért védelmezte őt, ugye, professzor? Mert nem keveredhet még egy rendőrségi ügybe. De talán Elodie nem önt akarta befeketíteni. És talán nem azért fizette le, hogy ne adja ki az ön személyazonosságát. Talán azért fizette le, hogy ne követelje jogosan Belvedert. Ebből egy szó sem igaz. De marad egy kérdés. Miért érné be Elodie 50 ezer fonttal egy olyan ház helyett, aminek az értéke több mint 5 millió? Azért, mert valaki hamisított egy ilyen iratot. És ugyanez az illető felelős Elodie Dockertyé haláláért. Elodie tudta, hogy ez hamis. Erről akart beszélni George-al, ezért ment el az előadására szombat reggel. De nem volt rá lehetősége. Mert George-ot Paula vigyázó szeme őrizte. Ezért inkább megbeszélt egy találkozót Mrs. Gillennel. És ekkor csapott le a gyilkos. Ez kapóra jött a gyilkosnak. Amikor Agnes meglátta a mosolyt Elodie arcán, már tudta, hogyan halt meg, és azért, hogy megvédje szeretett fiát, magára vállalta a lány meggyilkolását. Majd a mérgezett elcigarettával megölte magát. Miért? Mert meg volt róla győződve, hogy ön a gyilkos, professzor. De ne feledjük el Paulát sem. Ezt a hamis jelentést az ön hajóján találták. És lássuk be, most, hogy Agnes meghalt, az egyetlen akadály, ami George és ön közé állt, eltűnt. És te tudtad, Paula. Te tudtad, hol tartom a mérget. Ha én soha nem tettem volna ilyet. Ó, biztos ebben, Miss Monkford. Biztosan nem tért vissza a büntet helyszínére, miután Elodie meghalt. Egy piros baseball sapkában, hogy elrejtse az arcát. Ah, nem, ez az egész hazugság, nem tudják bizonyítani. Ó, dehogy nem. Van egy szemtanunk. Ki? Milyen szemtanú? Kérem, fáradjon be. Mr. Langmer, köszönjük a segítségét. Nincs mit.
Szombat délelőtt, Parade Gardens, 11 óra 30 körül. A nőt a piros baseball sapkában, a nőt, aki valószínűleg felelős Elodie Doherty haláláért. Látta, igaz? Igen. Nézze meg a jelenlévőket. Ő az. Nem! Mi a fene folyik itt? Te jó ég. Nem, George! Ah, kérlek, hinned kell nekem, George, kérlek! Nehéz hinnem neked, Paula. Ennyi volt? Elmehetünk? Nem egészen. Mr. Langmer állítja, hogy látta Paulát a Parade Gardensnél délelőtt 11 óra 30-kor, miután Elodie-t megölték. De mi történt előtte, amikor Elodie még élt? Látta ezt a hölgyet a Parade Gardensnél 10 és 11 között? Bocsásson meg, de a rossz embertől kérdezi a rossz kérdést. Lássuk csak, Mr. Langmer és a kicsi fia... Harvey. Mit mondott, mikor érkeztek a Parade Gardenhez? Szombat délelőtt körülbelül 11:45-kor? Igen. És tudjuk, hogy Elodie Doherty halála 10:45 és 11 közé tehető, így Mr. Langmer nem láthatott mellette senkit a halála pillanatában. Nem. Nem bizony, mert 10:45 és 11 között ön hol is volt? Hol is? Otthon. Ó, igen, persze. Ön otthon volt. Nekünk ehhez tényleg itt kell ülnünk? Egészen biztos ebben, uram. Negyed 11. Mr. Langmer. Biztosan otthon volt? Nos, uram, a park kamerája ezt rögzítette. Ez itt ön és a fia, amint épp belépnek a parkba. 10:12-kor. Hazudott nekünk James. Nem látta Paulát a Parade Gardensnél. Mi? Mert ön, Mr. Langmer, önölte meg Elodie-t. Nézzék! Ez itt az eredeti kapszula Elodie e-cigarettájából, amit kicseréltek a mérgezetre. És ahhoz, hogy kicserélje, a gyilkosnak elterelés kellett. Ez. A kisfia kedvenc játéka. Elnézést, várjanak! Ó! Oh. A koaláljuk. Elejtettük a koaládat. Köszönöm, semmiség. Nagyon kedves. Leesett az egyik szeme. Vigyázz egy percre Harveyra. Persze. Köszönöm. Szia, Harvey. Szia. Na, hogy vagy? Jól. Ó, micsoda autód van, Harvey. Ilyet fogsz vezetni, mi alatt Mrs. Ezzel? Gillen és Elodie Doherty Harveyval foglalkozott, melyik a kedvenc addig autód? Ön kicserélte a kapszulákat. Ám szombat reggel nagy volt a parkban az őszakban. Ezért nem tudta visszaszerezni a játékot benne a kapszulával tele az új lenyomataival, így az a tetején maradt. Háromszor is hívta a kollégáinkat, hogy mikor kaphatja vissza a kisfia a játékát. Ezért lézengett még ott a gyilkosság után, hogy visszakapja a koaláját. El volt foglalva a kereséssel, és későn vette észre, hogy Harvey elkóborolt. Túl későn. Nagy volt a tömeg. Harvey, ne! Hagyd békén a nénit! Alszik, nem látod? Na, gyere. Figyelni kezdték önöket. Csapdába esett. Nem léphetett le. Hirtelen egy gyilkossági nyomozás közepén találta magát, ahol a gyilkos maga volt Langmer. Szóval bemártotta Paulát. Azt hazudta, hogy látott egy nőt Elodiehoz beszélni, majd eldugott egy piros sapkát a hajóján. Uram, atyám! Amikor találtunk egy ismeretlen új lenyomatot ezen a kapszulán, lefuttattuk az adatbázisunkban, és volt egyezés. Nem James Langmerrel, hanem James Wrightonnal. Kétszer ítélték el. Egy betöréses lopásért 2015-ben... Az ügyvédemet akarom. Rögtön megkapja, mert most le is tartóztatjuk. Akkor minden jó, ha a vége jó. Mi most megyünk is. Várj! Miért?
Miért ölte meg ez a férfi Elodit? Belvederért. Belvederért? Mi köze önnek a házhoz? Nem mondom el. Elviszi a balhét. Végül is, ha 20 év múlva kiszabadul, a társa igen tekintélyes vagyonnal várja majd. A társa? James annak a bűnszövetkezetnek dolgozott, akik ellen Maxine, vagyis Kate, tanúskodott. Már 5 éve követnek el együtt bűncselekményeket. James második bünténye fogadási csalások. Ebből fedezték Kate igencsak költséges életét Bathban. Együtt tervelték ki, és vitték véghez Elodie meggyilkolását. És az édesanyja halála épp kapóra jött nekik. Miután ide költözött Bathba, kiejtési leckéket kezdett venni Gillen professzortól. A professzor szerelmes lett. Ön nem viszonozta, de meglátta ezt a helyet, és megtetszett. Egy gazdag aglegény a majdnem 100 éves anyjával hozzámegy, és ráteheti a kezét a házra. Aztán megtudta, hogy ha Agnes meghal, Elodie lesz az örökös. Ezért megölte őt. Ellopta George-tól a mérget, és Jamesnek adta. Most, hogy Elodie halott, és Agnes is halott. Csak rá kell vennie George-ot a házasságra, és Belvedere a magáé. A maguké. Kate! Hagyj békén, George, kérlek! Hagyj békén! Hagyj békén, George! Hagyj békén! A visszatérő dentális frikatívák mutatják, hogy sosem voltál őszinte velem. És a szóvégi glottalizáció jelzi a számítást, a becsvágyat, a hideg, manipulatív jellemet. Ne ítélkezz! Semmit nem tudnak rólam. Egy vidensói koszvészekből jöttem. Mi volt a kiútam abból az undorító életből? Hm? Ha olyan lennél, mint mi, csak piszkos módon tudnál pénzt szerezni. Lopnál. Még ölnél is. Mert nincs más lehetőséged, hogy jobb életed legyen. És nekem soha nem voltak olyan szüleim, mint a te anyád. Aki meg is halna, értem. Jobb hely lenne a világ, ha mindenkinek ilyen anyja lenne. De nincsen. Nincs segítőkéz. Csak a sajátod. És tudod, ha megnézed az elitet, csupán egy rakáscsaló szép beszéddel, amit nekem is tanítottál. Köszönöm, George. Ez a tiszta árkedség a George-ban. Jelzi, hogy végül engem is megöltél volna. Vagy talán beléd szeretettem volna. A férje halála ügyében szóltam a nemzetbiztonságiaknak, hogy nyissák újra a nyomozást, és maguk legyenek a gyanúsítottak. Ez igaz? Egész éjszaka ennek a régi ügynek az aktáit bújtam. Rengeteg ellentmondást találtam meg Siri Orden vallomásában. Csak remélni merem, hogy megfogadják a javaslatomat. Bár kétlem.
George! Most hová mész? El erről a helyről. Szerinted tényleg elment? Hát, amíg Belvedere falai állnak, anyám mindig is itt lesz, hogy bajt okozzon. Gyere, menjünk, üljünk be egy italra. Nyomozóként utána tudna járni, hogy az a bent lakó tényleg az anyja volt-e. A nénikém nagyszerű nevelő anya volt, hölgyem. Nagyon boldog voltam gyerekként, viszont itt és most is boldog vagyok. Ezt jó hallani. Átverés. Mi? A nénikém a vége felé kicsit már elvesztette az eszét. Szerette azt a műsort. Ismeri Visszaszámlálás a neve. Igen. Megnézte minden este, és tudja, minden egyes este, 5 éven át, amikor a műsor végén be kellett mondani a szót, ő kiabált, bekiabálta. Átverés! És bejött neki? A halála előtti estén. Kedveltem volna őt.